Sokan voltak már a nyitónapon is a sípályán, kicsik és nagyok, kezdők és profik, akik élvezettel csatolták fel ismét a síléceiket. Nehéz először megtanulni, de amikor már egy kicsit is úgy érzi az ember, hogy milyen könnyedén siklik le a havon, minden esést megér. A sípálya december 24-e és 25-e kivételével a szezon minden napján várja a síelés szerelmeseit, délelőtt 9:30 és délután 5:30 között. 4 pályát készítettünk elő 20 000 köbméternyi hóval, az a hóvatagság pedig átlagosan 30-60 cm ebben a pillanatban, és még mindig hóágyúzunk, úgyhogy a következő napokban ez a hóréteg még hizlalva lesz. Idén is jegyárakcióval várja a látogatókat a létesítmény. A hétköznap érkezők a szokásos, olcsóbb hétköznapi bérleteket tudják megvásárolni. Most váltottam meg a szezonbérletemet, úgyhogy többször is fogok jönni egész szezonban. Tavaly is szezonbérletem volt, úgyhogy nagyon jó. Nem csak profik látogattak el vasárnap a sípályára, hanem kezdők is, akik nagy élvezettel vetették bele magukat a síelés tudományába. Kezdők vagyunk. Először vagyunk itt teljesen. Úgyhogy kicsit fárasztó, de nagyon jó érzés csúszni. A szezon első napján érkezők láthatóan jól érezték magukat a Mátra-Szent Istváni sípályán, ahol egyébként hamarosan éjszakai síelést is terveznek a sípark üzemeltetői.